Lelki napot rendeztek a Széchenyi István Katolikus Középiskolában április 7-én, melynek keretében a tanulók bemutatták Szent László életéhez kapcsolódó pályamunkáikat is. Az imár hagyománynak tekinthető nagybőti lelki nap három részből állt. A program nyolc órakor Szent kezdődött a Szent László templomban, amelyet dr. Medved János apát plébános és Versler Sándor káplán celebrált. A prédikáció a nagybőti elcsendesedésre, a megbocsátásra, a szeretetre, és az elfogadás fontosságára hívta fel a jelenlévő diákok figyelmét. A rendezvény a közösségi házban folytatódott, ahol a tanulók bemutatták a nyertes prezentációkat, amelyeket a Szent László év kapcsán készítettek. 2017-et a Magyar Katolikus Egyház nyilvánította emlékévé, ennek kapcsán Szent László élete és Szent László legendák címmel írt ki pályázatot a Széchenyi Szakképzési Alapítvány. A győztes anyagokat Besenyei Piroska és Molnár Enikő tizedik a tanulók olvasták fel. Sok érdekesség és hasznos információ hangzott el Szent László király életéről, cselekedeteiről és a személyéhez kapcsolódó legendákról, valamint a digitális technika eszközeit is remekül használták fel a pályázatok nyertesei. A pályázat egyik részeként 10 pontból álló törvénykönyvet is kellett készíteni a diákoknak, melyet iskolatársaiknak ajánlottak. Ezt Rajna Viktor 12. biosztályos tanuló olvasta fel, emellett a diákok egy életnagyságú Szent Lászlót mintázó bábot is készítettek teljes öltözettel és fegyverzettel együtt. A Katolikus Pedagógiai Intézet által meghirdetett rajz- és fotópályázatra is jelentkeztek a diákok a középiskolából, három-három tanuló készített Szent László királyról. Munkáik a templomban kihelyezett paravánokon tekinthetők meg. A lelki nap lezárásául három előadást hallgattak meg a tanulók, dr. Lincenbold Levente tardiplémánosét, és a szervita nővérek gyermekotthonából érkezett Gyöngyi és Alfonza nővérét. Az atya a nagyböjti időszakról beszélt, és a fiataloknak gondolatébresztő magatartás mintákat mutatott be. A szervita nővérek elvíra anya áldozatos munkáját ismertették, aki az elmúlt évtizedekben több ezer olasz fiatal életét változtatta meg.